Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ezúttal reagálni szeretnék egy jelenségre, ugyanis a múlt hét folyamán készítettünk egy videós riportot arról, hogy a Voltnál hogyan cserélik le gyakorlatilag a magyarokat vendégmunkásokra. Aki esetleg nem látta a videót, a leírásban szereplő linken megnézheti, és ajánlom is, hogy nézze meg, mert nagyon tanulságos. Ebben a videóban nyilatkozott nekem Mayer Gábor, aki a Voltnál dolgozott, most már ez múlt idő, és olyan érthetetlen reakciók érkeztek a Volttól, hogy gyakorlatilag Gábort azért, mert nyilatkozott nekünk, egyébként teljesen tényszerűen nem minősítette őket, nem támadta őket, egész egyszerűen csak a tényeket mondta el, amit ő tapasztalt. Szóval a videó után pár nappal a Volt applikációról, amely a futárok számára lett lefejlesztve, gyakorlatilag így tudják a munkát felvenni. Erről az applikációról minden előzetes indoklás nélkül letiltották, így nem tudott a Voltnál tovább dolgozni, de szeretném hozzátenni, hála Istennek, és erre már számítottunk, hogy lehetnek ilyen lépések, szóval hála Istennek van már másik munkája, tehát ez már folyamatban volt, tehát ilyen téren nem került bajba, viszont ettől függetlenül is egész egyszerűen felháborító, amit a Volt megengedett magának, és az ilyen esetek mutatnak rá arra, hogy igenis komoly tennivalója van a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének. A magyar kormány cserbe hagyta a magyar dolgozókat, nem foglalkozik velük, és a Mi Hazánk lép fel a multik túlhatalmával szemben. Már csak ezért is folytatni fogjuk a tényfeltáró munkát, a teljes munkaerőpiacot, és kiemelten a Voltnál is.